A mágnesek vonzzák egymást meg egyes fémeket, de nem csak a hűtőre lehet felaggatni őket. Némelyik motor és generátor működését például mágnes segíti. A mágnes a természetben is megtalálható, de 200 évvel ezelőtt az emberek rájöttek, hogyan lehet árammal is mágnesességet előállítani. Nem látni és nem érezni azt az erőt, amitől ez a földgömb a levegőben lebeg. Varázslatról persze szó sincs. A gömböt a mágnes tartja ott. A gyártás első lépésében egy homokmintát készítenek a mágnesek formájáról. A négy mágnesből álló alapformát beteszik egy gépbe, ami homokkal tölti ki a tálcát. Ezután kiveszik a tálcát és a tetején lesimítják a homokot. Ezáltal eltűnnek a kis dudorok, amiket a gép hagyott rajta. A homok ismét bekerül a gépbe, most viszont gázt fecskendeznek belé, amitől néhány másodperc alatt megszilárdul. A homoklapot kiveszik. A mágnesek formája már látható is az alján. Elkészült az öntőminta. A mágnes többféle méretben és formában készül, és mindegyik fajtához külön öntőminta tartozik. Kezdődhet az olvasztás és az öntés. Az alapanyag réz, kobalt, kén, nikkel, színvas, alumínium és titán. A fémek egy indukciós kemencébe jutnak, ami egy lüktető elektromágneses mezővel 1600 Celsius fokra hevíti őket. Ezen a hőmérsékleten már mindegyik fém megolvad. Az olvadt fémet a homok formába öntik. Az öntőforma lángra lobban, mert a gáz, amivel megszilárdították a homokot, rendkívül gyúlékony. Az égő formát az öntőde egy másik részére viszik, ahol ledöntik a földre. Egy nagy kalapáccsal szétverik, hogy levegőt kapjon a belseje, és teljesen elégjen a gáz. Következhet a szortírozás. Az összeállt homok darabok közül mágnessel válogatják ki a kiöntött fémet. Ez a fém még nem mágneses. Vannak gyűrű formájú mágnesek is, amiket részcsőre húznak fel és elektromotorokba fognak beépíteni. A gyűrűkkel teli csövet egy jóval nagyobb csőbe helyezik. Kvarc homokot tömnek a csőbe, hogy középen maradjon. A következő fázisban a homok tartja majd meg a gyűrűket. A cső két végét betonnal zárják le, de a részcső vége még kiáll. A következő állomás egy újabb elektromos kemence. A mágnes formákkal teli csövet izzásig hevítik. A gyűrűk most már készen állnak a felmágnesezésre, amit ez a fémrút fog elvégezni. Becsúsztatják a részcsőbe és rögzítik. A csövet vízzel locsolják, hogy ne olvadjon el. Az alacsony feszültségű, nagy erősségű áramot hengerformába vezetik bele, ami nagyon fontos a motormágnesek esetében. A betonzárat kibontják. Az eljárás után a mágnes még gyenge, de a mágneses mező már megfelelő formájú. A kiöntött formákat simára csiszolják. A mágnes ekkor még használhatatlan. Ez a gép viszont életre kelti. Elektromágneses indukcióval gerjeszti a fémet, és ezzel mágnesessé teszi. A korábban kialakított gyenge mágneses mezőnek köszönhetően most már biztos, hogy tökéletes mágneses mező alakul ki. A késztermék már hatékonyan működik. A különféle mágnesek számtalan berendezést és használati tárgyat működtetnek. Láthatatlan erejük mozgásban tartja a világot.